Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. Az elmúlt szombatiskolai tanulmány alatt mondtam, hogy olyan filmet láttam, ami elgondolkozásra késztetett, és amivel kapcsolatos dolgokat szeretném veletek megosztani. Kicsit én úgy gondolom, számomra legalább nehéz, én úgy gondolom, hogy nehéz a téma. Ezért is kérem az elnézéseteket, ha nem olyan gördülékeny lesz, és nem lesz olyan összeszedett, mint amit mások szoktak mondani. És lesznek olyan képek is, amik esetleg talán megütközésre vagy megbotránkozásra adhatnak alkalmat, de én úgy gondolom, hogy a témához kapcsolódik, és ezért szeretném ezeket megmutatni. Alapigénket megtaláljuk Jelenések könyve 13. fejezetében, tehát János Jelenések 13. fejezet, és ezen belül a 11-től a 15. terjedő versekig fogom olvasni az igéket. Azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedjék a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képében lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Az a film, amit láttam, az arról szólt, és csak a zene vonatkozásában, hogy Sátán hogyan próbál és hogyan igyekszik agymosást végezni az embereken, és hogy hogyan próbálja a maga oldalára állítani a föld lakosait. Ez a film, ennek a filmnek ez volt a címe, hogy Illuminati 2013 kötőjel a Sátán zsinagógája. És ezt, hogy a filmet, hogyha szeretnétek, akkor a befejezés után levetítem nektek. Az volt a megdöbbentő, hogy beszélt ugyan néhány szót erről a csoportról, csoportosulásról, az illuminátusokról, és azután azt mutatta be, hogy Sátánnal kapcsolatos jelképek hogyan törnek be a mindennapokba, és hogy az emberek észesen veszik, hogy mit látnak, és ez úgy beivódik, és amikor már tényleg ennek jelentősége lesz, vagy nagyobb jelentősége lesz a világban, akkor azt már akár mi is megszokott, mindennapos, általános dologként tudjuk elfogadni. És amikor ezekkel találkoztam, nem gondoltam rá, hogy van egy olyan közöttük, amit én egészen másképp tudtam értelmezni. És ez a film a zenéről szól, de találtam mellett egy másik filmet is, és a közösségi oldalra ezt is föltettem, és még az idő hiányában én se tudtam végignézni, mert ez 2,5 órás műsor, de sokkal részletesebben és sokkal gazdagabban mutatja be azt, hogy mik folynak a háttérben, és ez a folyamat, amit a Bibliából felolvastam, ez hogyan készülődik, és hogyan bontakozik ki. Még 3 filmet írtam föl magamnak, ezeket most nem szeretném felsorolni, de például az egyik arról szól, hogy a Disney filmekben a nemiség, a szex hogyan bukkan elő, és hogy a sátáni motivumok hogyan ábrázolódnak ezekben a filmekben is. Melyek ezek a jelek? És most szeretném, hogyha megnéznénk ezeket a képeket, amelyeket sokszor talán ártalmatlannak tartunk, és úgy gondoljuk, hogy
hogy igazából csak mutogatjuk, vagy inkább mutogatják mások, de ezek között lesznek olyanok, amik talán első pillantásra meghökkentek lesznek. Akkor nézzük meg talán az elsőt. Ez az úgynevezett ördögvilla, és ezt inkább rock koncerteken szokták mutogatni az emberek, de majd fogjuk látni a további képek közül kettőn is, hogy ezt nem csak ilyen vonatkozásban, tehát ott azon a helyen mutatják emberek, hanem felelősségteljes, a világ vezetői között lévő emberek is alkalmazzák ezt, és nyilvánosan. Ez pedig, amit sokfelé láthatok is, láthattok, én inkább a graffitiken szoktam látni az utcákon, amikor ezt fölrajzolják, ezt az ábrát, inkább csak az ötszöget, idézőjelbe vett művészek, akik lázadni szeretnének és tiltakozni, de megfigyelhető az egyik üdítés energiaitalos doboznak az oldalán is. A következő már bonyolultabb, és ezt az amerikai $1-osról vették ezt a képet, ahol láthatjuk azt, hogy egyrészt a felső félkörben látható fölírás az azt jelenti, hogy minden látó szem, és ez nem Istennek a szemére utal, hanem Sátán nagyon sok helyen próbálja utánozni Istent, és ő nem tudja úgy átpillantani a Földet, mint ahogy Zakariás könyvében olvassuk, hogy van Zakariás előtt 7 ónkő, és az Istennek a szemét szimbolizálják, amelyek átpillantják a Földet, hanem ahogy Jobb könyvében is olvassuk, Sátán át meg átjárja a Földet, de ez azt mutatja is, hogy van egy szem, ami világosságot áraszt ki magából, és ennek a csoportnak, aminek a Illuminátus a neve, ez is azt mutatja, hogy megvilágosodottak, vagy világosságot árasztó, talán ez a kifejezés jobbra. Tehát a mindenlátó szem ezt mutatja. Alul láthatunk egy piramist, ami majd egy másik ábrán fogunk jobban figyelni. És az alsó fölirata Novus Ordo Seclorum, az pedig két fordítása van, szó szerinti fordítása, hogy korok újrendje, vagy pedig más fordítás szerint mostanában fordítják úgy is, hogy az új világrend. Igen, itt jobban látszik a vetített képen, hogy a sárga hatszögben a csúcsokat, ha összeolvasuk, akkor ez a mászon nevű szó jön ki, ami kőműves vagy kőfaragó a jelentése, és ez a szabad kőművességre utal. Nézzük meg a következő ábrát. Itt látszik az $1-os, aminek a képe mellett sok felirat olvasható, tehát itt látjuk ugyanazt, hogy amiből az előző ábrát láthattuk, és itt még sokkal több van, amit észrevettünk, és én úgy gondolom, hogy mások látják benne azt, amit én nem. És még annyit szeretnék elmondani, hogy vannak olyan jelképek, vagy képek, megnyilatkozások, amit néha úgy érzek, hogy erőltetett az, amit szeretnének belőle kihozni, de ha csak 10%-a igaz annak, amit mondanak, és amit én is most elmondok, még akkor is ezekre nagyon fontos odafigyelni. Tehát itt látjuk egyrészt azt az ábrát az $1-oson, amit már mutattunk, és itt ugyanúgy, tehát ezt már nem ismételném. Alul van a római szám, és ahogy látjuk, az 1776-ot jelöli. Itt ekkor alakult meg az Illuminati csoport, vagy szervezet, vagy szövetség, vagy bárminek nevezhetjük. És utána alatta van egy másik szám, amiből a 666-ot eredeztetik. Én úgy gondolom, hogy ez téves abból a felfogásból, hogy itt már erőltetést látok, mert egy C-t és egy X-et nem használtak föl, amit, hogyha hozzáadunk ehhez, akkor 776 lenne. Ha most a 7-est a tökéletesség számának vesszük,
amit a Biblia mond Istenről és Istennel kapcsolatban, akkor ez a 776, hogyha összeadnánk, akkor az csak az egyel kevesebb a heteseknél. Talán ez lehet érdekesebb, és lehet elgondolkozni. És a következő ábrán, ami mellette van jobbról, figyelhetjük meg, ott többször előfordul a 13-as szám, 13 világító csillag, 13 felvilágosult kolónia, vagy egység, az e pluribus unum az pedig a sokból egy, azt jelenti. Nem tudom, hogy ezeknek milyen jelentősége van, és az időm kevés volt ahhoz, tehát az egy hét ahhoz, hogy más elfoglaltságom mellett ezeknek részletesebben és pontosabban utána tudjak nézni. Akkor alul van 13 nyíl, 13 levél, 13 bogyó vagy gyümölcs, ami a 13 kolóniát mutatja. Itt láthatunk egy tollakat a sas alatt, de az tulajdonképpen mintha nem is sas volna, hanem főnix, és tehát nem egy sas emelkedik ki, hanem egy másik. És utána pedig láthatjuk, hogy itt 9 szféráról, 9 rétegről van szó. És még annyi, hogy visszatérve a baloldali piramisre, hogy itt 13 sor van, tehát 13 réteg tégla, ez összesen, ha összeszámoljuk itt a tégláknak a számát, akkor az 72, és a zsidó kabalában Istennek ennyi a mondjuk a jelképes száma, vagy nem tudom. Tehát ez is mindenfélehez köthető, csak éppen a Bibliához nem. És a következő ábra pedig láthatjuk azt, hogy egy rockkoncerten mit mutatnak az emberek. Piramist láthatunk, hogy a kezével ezt mutatja. Mellette a szabadkőműves jelvény, ezt már a képnek a szerkesztői tették oda, és még egy mindent látó szem. És halványan azért látszanak ott a szurkolóknak, vagy az újongó, vagy a hallgatóknak, a tömegeinek a kezei, hogy ott is a háromszöget vele együtt alakítják ki. Itt, amit mondtam is, hogy ezt az ördögvillát nem csak itt ilyen helyeken használják, hanem itt látjuk Bust és a feleségét, amint ezt mutatja. A következőn, hát amit én megbotránkoztatónak tartanák mások számáról, de nem volt időm arra, hogy keressek megfelelőbb képet arra, hogy ábrázoljam azt, hogy a 666-ot, lehet, hogy ez a főrangban lévő pap nem tudja, hogy mit is mutat. Lehet, hogy játszik, és éppen a kezei úgy állnak erre. Nem, tehát én ezt tudom csak föltételezni, hogy itt a 666, amit felismerhetünk, hogy a három új, a három hatosnak, egymásra helyezett hatosnak a hatost mutatja, amit egymástól el vannak bizonyos szöggel fordítva. Ez az, amit én nem ismertem föl, és azt hittem, hogy egy vadállat karmolja bele valamibe, egy lemezbe ezt az ábrát, a monsterját, ami M betű, de hogyha jól megnézik, akkor nem is igazán csatlakoznak hozzá az egyes jelek. Vannak, akik úgy látják ebben, hogy ezek a héber, vav betűnek az egymás mellé helyezéséből adódnak, ami láthatjuk is, hogy alatta látszik, hogy a betűk számot is jelentenek, és hogyha ezeket összeolvasva a vav az a hatost jelenti, az 666-ot jelent. Úgy gondolom, hogy néhány szóban kellene beszélni arról is, és kezdett érdekelni, hogy akkor hogy is vannak ezek a jelképek, és mi van mögötte. Kezdett érdekelni, hogy kik ezek az illuminátusok, akikről szó van, és lépten nyomon előbukkantak. Remélem, hogy az időben még belefér az, hogy ezekről néhány szót ejtsek, és az internetről, az egyik oldalról töltöttem le ezeket ezt az ismertetőt. A történet 1832-ben kezdődik, amikor a kollégiumi élet még nem feltétlenül járt együtt ganja partikkal és partnercselés swinger estékkel. A híres amerikai Yale kollégiumban
Hosszas beszélgetés során már akkoriban szinte kötelező sörözéseket követő két joghallgató, a 23 éves William Huntington Russell, valamint a nála alig egy évvel fiatalabb Alfonso Taft úgy döntött, hogy létrehoznak egy szigorúan meghívásos alapon működő társaságot, amelynek távlati célja az, hogy az iskolapad elhagyását követően a tagok mindenben támogassák egymást, kerül, amibe kerül. És ez a társaság nőtte ki magát, hogy körülbelül ma 50 család tartozik hozzá, és a családoknak a fiait hívják be, akik a Yale Egyetemen tanulnak, és csatlakoztatják őket ehhez a társasághoz. És még annyit jegyen is, és ez ma is működik, és később lesz szó arról, hogy tulajdonképpen ma már minden fontosabb világpozíciót ők töltenek be, vagy közelében vannak. A két alapító atya kicsit morbid ízlése már az elnevezésében a két társaság jelképrendszerének, valamint a működési rituáljának kiválasztásában is megmutatkozott. Skull and Bones-nak koponya és csontok mutatják. Van egy koponya, két csonttal és 332-es szám van alatta, és ez az alapítás évéhez, meg Demosthenesnek a halálának az időpontja, tehát időszámítás szerint, hogy ennyi volt. Tehát sok mindenhez lehet csatlakoztatni, sőt vannak olyan, akik is azt mondják, hogy ennek az egyik alapítónak az ősei azok rabszolgakereskedők voltak, és onnan eredezteti egy kicsit ezeket a jeleket. A lényeg az, hogy tucatjait lehetne összerakni a mozaik darabokból, ami ezzel a tevékenységgel kapcsolatos, és már 180 éve befogadja és istápolja Amerika legbefolyásosabb családjának 20 éves gyermekeit. A tagság életfogytig szól, a rend, mert így is becézik. Tehát a rend érdekei minden személyes vagy családi prioritást megelőznek. Stratégia célja az új világrend bevezetése, egy olyan világrendé, amelyben kulcspozíciókat kizárólag a bonszmenek, vagy velük szoros szövetségben lévő szimpatizások töltenek be. Az USA-t már évek óta irányítják a Bilderberg csoporton, illetve a CFR-en keresztül. A Bilderberg csoportnak is utána néztem. Talán emlékezhettek rá, hogy tavaly Bajné Gordont hívták meg az egyik ilyen ülésükre. Ez a csoport, nem is tudom, hogy pontosan hány év óta ülésezik, de ilyen 40-50 éve, és a Bilderberg volt az a szálloda talán Hollandiában, amiről kapta a nevét, és azóta rajtuk maradt ez a név, és innen semmi nem szokott kiszivárogni. Talán még ennyit lehetne ezzel kapcsolatban mondani, hogy igen, és Bokros Lajos, igen, ő is három alkalommal vett részt ezeken az üléseken. Tehát az Illuminati csoport ugyanúgy, és gondolom, hogy azért keverednek is egymással ezek a fogalmak, hogy mi a közös és a végső céljuk az ilyen titkos társaságoknak. Annyit azért megpróbáltam kideríteni, és sikerült összegeznem, hogy a szabadkőműves társaságoknak az utódai, ez a társaság is, meg az Illuminati csoport is, amelyek tulajdonképpen egy új világrendet szeretnének kialakítani. És a két filmből, amit megértettem, szedtem össze a következőket, hogy egy új világrend, és feltettem magamnak a kérdést, hogy nem volt jó a régi, egyáltalán mi volt a régi világrend? Mi az új és mi a régi? Ne felejtsük el, hogy kik között zajlik a nagy küzdelem. Sátán továbbra is azt állítja, hogy bizony nem haltok meg,
és ezek a csoportok pedig szeretnék azt elérni, hogy nagyon hosszú ideig akár az örökké valóság is élhetnének. És azt mondja még tovább Sátán, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek, abból megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint Isten jónak és gonosznak tudói. Ez a két hazugság keresztül vonul a Föld egész történelmén. Hány olyan vallás van, amelyek a halhatatlanságban hisznek, hogy az ember, ha meghal, akkor még bizonyos módon tovább él. Elkészítenek olyan tárgyakat, és a halottal együtt eltemetnek olyan tárgyakat, amiket szeretett, amikre úgy gondolják, hogy szükségük lehet a túlvilágon. Nézzük meg például az egyiptomi piramisokat, olyan tárgyak és olyan ételek voltak ott, amiket szívesen fogyasztott. Nem tudom, mennyire személyes az, hogy volt egy cigányvajdának a temetése, és úgy hallottam, hogy egy tévékészüléket is mellé temettek, mert szeretnék. Tehát ez a dolog egészen a mai napig is érezhető, és tapasztalható a világunkban. Csak nem olyan markánsan jelentkezik most. A másik hazugság pedig az volt, hogy olyanok lesztek, mint Isten, és azt mondja a Sátán, hogy lehetünk istenek, és olyanok leszünk. A római császárokat tehát istenítették, tudunk róla a történelemben. A Bibliában is olvashatjuk, hogy Heródes, amikor elfogadta azt, hogy nem Isten, nem ember szól hozzánk, hanem Isten, utána rövid idő alatt nagyon csúnya betegségben meghalt. Igen, ez így van ma is, tehát nem változott. Többet tudnak most az emberek, és más ideológiát kell, hogy Sátán válaszol ahhoz, hogy az embereket a saját céljainak tudja megnyerni. Mást kell kitalálni, ami hihető. Az egyik az, hogy Isten lényegét, nagyon sok lényét, nagyon sok vallás, vagy nem inkább nem vallás, hanem inkább közösség, és ilyen új világrendet kialakító és célul kitűző társaság vallja. Figyelmen kívül hagyják, vagy befeketíteni igyekeznek Istent. Például azt, hogy mondják egyes csoportok, hogy ahogy elmondom már, rögtön rá fogtok jönni, hogy mi a benne a hazugság, hogy Isten rabságban tartotta az Éden kertjében Ádámot és Évát, és Sátán pedig kiszabadította őket, és szabadságot adott nekik. A másik, ami ezzel kapcsolatos, és ezekkel a társaságokkal kapcsolatos, hogy mivel tagadják Istent, vagy a létezését háttérbe szorítják, ezért azt mondják, hogy nem Isten indította el az életet ezen a földön, hanem az UFO-k. Az ő genetikáját hordozzuk magunkban, visszajönnek, és a genetikai kapcsolat majd tovább fog fejlődni a tökéletességig. Az új világrend nem számol 7 milliárd emberrel, mint amennyien mi vagyunk, vagy még többel, talán 7,5 milliárdan, hanem csak fél vagy 1 milliárd emberrel. Ezzel együtt jár az, hogy a népességet drasztikusan leszeretnék csökkenteni erre a létszámra, és két kaszt lesz az emberek között. Az egyik a globális rabszolgaságban lesznek, ezek elzárt területeken, városokban fognak lakni rabszolgasorsban, és ki fogják szolgálni a genetikai, vagyis a globális elitet, akik kis számban lesznek. Úgy gondolják, hogy az elit élvezheti a föld javait, szuper emberekké fejlődve a beülthethető technológiák segítségével, plusz az UFO-k genetikai örök életével megáldva, bejárhatják az egész kozmoszt. Ez az ígéret, ez a mézes madzag. A Bibliából nem ez derül ki, és gondolom, hogy ezzel szeretné Sátán elhitetni ezeket az embereket, hogy ezt a
a tervet megvalósítsák, és tudjuk azt, hogy Sátán ezt csak ígéretként adja ezeknek az embereknek, mert ahogy olvassuk Sátánról, hazugságatja. A másik pont pedig az, hogy emberölő volt kezdettől fogva. Már az is, hogy az emberiség létszámát szeretné lecsökkenteni ilyen drasztikusan, ez is erre utal. A másik pedig az, hogy egyedüli uralkodó legyen a Földön. Még annyi, hogy korábban beszéltem arról, vagy megemlítettem azt, hogy Veszprémben hallottam az egyik testvértől azt, hogy figyeljen meg, hogy amikor az égen megy át repülőgép és a kondenz csíkja nagyon sokáig ott marad, az nagy valószínűséggel olyan repülőgép volt, ami mérget szór szét. Nézzetek utána, nekem erre se volt időm, hogy jobban utána nézek, de úgy tűnik, mintha a kiirtás vagy valami, tehát úgy kezdene beindulni. Az új világrendet népszerűsítik ezek az emberek, és úgy gondolom, hogy az áldozatai ennek az egész eszmének, ha a Biblia oldalról nézzük, egy azok, akik szerintünk meg fognak halni, kettő az, akik rabszolgaságban lesznek, de a legnagyobb áldozatai azok, akik el vannak hitetve ilyen módon, és akik most szívük lelküket bevetve, akár láttuk itt a képen is, hogy a Bush házas pár is úgy tűnik, hogy ehhez csatlakozik, és ezeket a tanokat vallja a háttérben. Efézus beliekhez írt levél 6. fejezet 11-12. versei a következőket mondják, és ezért ezt szeretném újból kiemelni, hogy amikor mi arra gondolunk, hogy Sátán ellen kell küzdenünk, akkor egyrészt ilyen módon megnyilvánul, és ezeket észre kell vennünk, ezeket a jeleket, és el kell ettől határolni magunkat, hogy nehogy kapcsolatba lépjünk velük. Öltözétek fel Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Itt megállnék, és visszautalnék arra, hogy a Monster jelben én nem ismertem fel ezt a 666-os jelképet. Tehát, hogy ha lehet, elhitesse a választottakat is. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírója ellen, a gonoszság lelke ellen, amelyek a magasságban vannak. Timóteushoz írt levélben azt találjuk, 4. fejezet 1. vers, a lélek pedig nyilván mondja az utolsó időkben, némelyek elszakadván a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanácsára figyelmezvén. És valóban ez van, hogyha nem tudunk kellőképpen odafigyelni ezekre a bennünket állandóan körülvevő jelekre, akkor előbb-utóbb beszivárog a mi gondolatainkba, megszokottá válik, és ezt nem tartjuk olyan fontosnak. Szoktam otthon mondani, és amikor régen a szüleimmel néztük a tévét, és 6000 évnél nagyobb évszámokat mondtak a Föld történelmére vonatkozóan, akkor azt mindig hozzátették, és számomra zavaró volt, hogy nem igaz az, meg egyebek. De kénytelen vagyok én is azt mondani, akár magamnak is, amikor ezekről van szó, vagy 10000 év, vagy millió évről már ne is beszéljünk, hogy ezek nem igazak a Biblia hátterén. Hogyan kapcsolódnak, amiket elmondtam, az alapigénkhez? Szeretném még egyszer felolvasni, és próbáljuk meg nem erőltetve, csak valami, tehát hogy figyeljük meg, hogy találunk-e kapcsolatot az Illuminati, a Bones csoport, vagy a szabadkőművesek célkitűzései, és az, amit a Biblia itt leír nekünk. Azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, bárányihoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hamiságát, hatalmaságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat,
amelynek halálos sebe meggyógyult, és nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának neki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adaték néki, hogy fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megülettessenek. Talán az első az volna, amit a bevezetésben olvashattunk, hogy a fölből feljövő fenevad. A Bibliában láthatjuk azt, hogy a föld az, ami segítségért lőtte az asszonynak, ebből a földből jött ki a fenevad, és ez egyértelműen mutatja az Amerikai Egyesült Államokat. Gondoljunk vissza az előbb mutatott bankjegyre, hogy mennyi olyan jel volt rajta, ami az új világrenddel kapcsolatos és a titkos társaságokkal. Még annyit hagy tegyek hozzá, hogy akik ebbe belépnek, nem rögtön látják meg a végcélt, hanem csak lépésről lépésre ezeken a szinteken keresztül, és nem is tudom, hogy hány szint van, de mindig csak csöpögtetnek nekik egy kicsit-kicsit, amivel élénken tartják a figyelmüket és a buzgalmukat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. És visszatérve arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok, ugye a demokrácia védelmezője, láttam az interneten olyan fényképet, ahol egy katonai felszerelés volt a földre letéve sorrendben, és az volt oda írva, hogy demokrácia alapcsomag. Viccesnek tűnik elsősorban, elsőre, de az emberek látják azt, hogy demokráciát vinni fegyverrel egy kicsit visszás dolog. Tehát demokrácia védelmezője úgy szól, mint tehát úgy néz ki, mint a bárány, milyen céljai vannak, és a bárány a Bibliában nagybetűvel van írva, aki olvasta, követhette, tehát mintha Jézusra utalna itt, de közben úgy szól, mint a sárkány. Az elővi fenevad minden hatalmasságát cselekszi. Történelmileg látjuk, hogy az elsőnek a mozgástere tulajdonképpen az európai Európa volt, később az amerikai földrész, Észak- és Dél-Amerika egyaránt, és hát mostanában tűnik ki az, hogy ez az amerikai módszer vagy hatás az egész földet kívánja mozgatni. És úgy tűnik ez ennek alapján, hogy az egész világot fogja irányítani. Elhiteti a föld lakosait, és azért, mert szeretné leszoktatni őket a gondolkozásról, mintha ő lenne a világ megmentője, úgy tudhatni az emberek tudatára, hogy észre sem veszik. Az Illuminati csoportra szeretnék még itt utalni, hogy amikor ezt a szót hallottam, akkor nem gondoltam arra, hogy mi az igazi jelentősége, és milyen kapcsolatai lehetnek így szó szerint. Tehát az Illuminati azt jelenti, hogy megvilágosodottak, és ezzel párhuzamosan vegyük figyelembe a Lucifer szót, az meg fényhordozót jelent. Mert ez a fényhordozó átadná a világosságot ezeknek, és ezek megvilágosodtak. Tehát én itt látom azt, hogy milyen kapcsolat lehet köztük. És idézett a Hitet és Kora című filmből, ez a másik, ez a 2,5 órás film, hogy az emberek és a társadalom irányításának leghatékonyabb eszközének a zenét tartják. És ha megnézzük, minden fiatal fülében ott van a telefonnak a fülhallgatója, vagy a Walkman-é, vagy a MP3 lejátszójé, és a zenék, amiket hallanak, amit kihallok belőlük,
az egy ilyen monoton ritmus csak. Tehát el van rejtve a dallamban, el van rejtve a szövegben is, a szövegben olyan eszmik, amik ilyen monotonná is egy ilyen visszafejlesztő, talán így mondhatnánk, ilyen hatást tudnak vele elérni. Volt egy ember ebben a filmben, aki a következőket mondta: nem értitek az ellenség természetét, és ha nem értitek, és nem ismeritek a fegyvereit, akkor nem tudtok harcolni ellene. Nem vagytok képesek harcolni. És ha nem vagytok készen a harcra, akkor nincs keresni valótok a harcmezőn. Ezért álltok vesztésre a háborúban. Én úgy gondolom, hogy ezért ez volt az, ami még nekem indítatást adott arra, hogy erről a témáról beszéljek, hogy lássuk meg azt, hogy Sátán, a Bibliában olvassuk, hogy ilyen dolgot tett, meg olyan módon nyilvánult meg emberekben, de mintha ezek úgy eltűnnének, és nem lenne úgy, és ennek vannak betegség neveik, és ezeket vissza tudják az orvosok vezetni fizikai elváltozásokra, gyógyszerekkel bizonyos mértékben tudják gyógyítani, de észre kell vennünk azt, hogy Sátán ugyanúgy, sőt még jobban működik, mert látja, hogy a végkifejlett felé halad a világ, és látja azt is, és tudja, hogy lesz egy olyan nép, amit nem tud elpusztítani, de annak ellenére meg fogja próbálni. Én úgy gondolom, hogy ha valaki szeretne tájékozódni ezekkel kapcsolatban, a teljes keresztmetszetében való tájékozódást fölkészült Bibliára 100%-osan alapozó emberek tegyék meg, mert ezzel ki tudja, hogy mikor kerülünk olyan ingoványos talajra, amely bennünket el tud veszteni. Ha találkozunk olyan praktikákkal, módszerekkel, amikről sejtjük, hogy okkultista, azt soha ne próbáljuk ki. Szeretném még egyszer mondani, hogy soha ne próbáljuk ki a gyakorlatban. A legjobb az, hogyha Istenre bízzuk magunkat, és tőle kérünk tanácsot, és útbaigazítást, hogy vajon az, amivel szembe találtuk magunkat, az mi. Hiszen nagyon nagy a Sátán megtévesztése, úgy néz ki, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány, hogy most, amit látunk, amögött mi van, azt nem tudjuk. És ezért volna legjobb az, hogy ahogy a negyedében tanulunk a bölcsességről, példabeszédek könyvét tanulmányozzuk, hogy Isten nekünk adjon bölcsességet, hogy ezeket fel tudjuk ismerni, és a Szentlélektől pedig lelki erőt, hogy nemet tudjunk mondani akkor, amikor Isten azt szeretné és azt várja el tőlünk, hogy kiálljunk ügye mellett. Néhány dolgot szeretnék még olvasni. Ez a Feletébb tiszta a te beszédet című könyv, és a mai igék és megjegyzések, amikor elolvastam ezeket, akkor úgy gondoltam, hogy érdemes felolvasni. Tegye fel mindenki ezt a kérdést: mit adott Krisztus értem? Életét, szeretetét és szenvedéseit. Isten fia mindent feláldozott megváltásunkért. Lehetséges-e, hogy mi, e végtelen szeretet méltatlan tárgyai, távol tartsuk tőle szívünket? Életünk minden egyes pillanatában az ő kegyelmi áldásait élvezzük, ezért nem tudjuk teljesen felfogni, hogy milyen mélységes tudatlanságból és kimondhatatlan nyomorból mentett ki bennünket. Én úgy gondolom, hogy örülnünk kell annak a világosságnak, amiket kaphatunk a Biblián keresztül is, és más olyan csatornákon keresztül, amelyek mögött én nagyon remélem, hogy Istennek a Szent Lelke áll, és
például ez a film is, amit véletlenül láthattam meg, segített engem, és remélem, hogy segít titeket is abban, hogy ezeket észre tudjuk venni, és fölismerjük, hogy hol lehetnénk, hogyha Isten nem segítene rajtunk. Kevesen értékelik igazán, hogy mit jelent Krisztus a számukra. Ha ezt tennék, semmi sem tűnne túl nagy árnak, hogy Krisztusnak adják, semmilyen önmegtagadás vagy önfeláldozás sem lenne túl sok ő érette. És ezzel szeretném befejezni, hogy járjunk nyitott szemmel a világban, vegyük észre ezeket a belopódzó jelképeket az életünkben, és mondjunk határozottan nemet ezekre. Amen.